estét, jó szurkolást kívánok, köszöntöm a Revita televízió nézőt és egyben a szolnoki kedves nézőket is, mert hogy állítólag ez alkalommal ők is minket néznek. Persze csak azért, mert tőlünk kapja a szolnoki szurkoló tábor ezt a felvételt. Győri Eto FC szolnoki MÁV FC összecsapás következik a Monikon Brigában a 22. fordulóban. A csapatok már ott vannak a pályán. Viharos szél, napsütés, kb. 18 fok lehet. Erre szokták mondani, hogy ideális labdarúgó idő, úgyhogy az időjárásra biztosan nem lehet majd semmit sem fogni, bár a két kapusnak azért mindenképpen vigyáznia kell majd az erős szélre, hogy attól függ, hogy ki melyik kapuban kezd, mikor, merre csaphatja le a szél a labdát, ugye erre majd figyelni kell. Hát csak satszolni tudok, a 1500 és 2000 közötti nézőt számolok én, pedig hát itt vannak a nagycsaládosok is, Győrmoson Sopron megyéből, ők ugye ma ingyenesen tekintetik meg ezt a találkozót. És amit még érdemes elmondani, hogy azok az apró kis figurák, azok az apró fiúcskák ott a csapatokkal, ők lébényi fiatalok, lébényi kisiskolások. Ugye most minden mérkőzésen más-más Győrmoson Sopron megyei település kisiskolásai vezetik fel a csapatokat. Legutóbb Kunsziget volt Soron, ma pedig Lébény fiai ünnepelhetnek, apróságok meg szülők, gondolom a szülők is figyelik ezt a mérkőzést. Tehát Győri Eto FC szolnoki MÁV FC a pillanatnyilag 9. helyen álló Eto fogadja a tök utolsó helyen álló Szolnokot. Ugye az Eto 28 ponttal a 9., a Szolnok pedig 14 ponttal a 16., de tudni kell azt is, hogy a Szolnok is jó formában van, hiszen 4 mérkőzés óta nem maradtak pont nélkül, mi pedig ugye 2 döntetlent és 1 győzelmet értünk el a legutóbbi 3 fordulóban, és ahogy ezt megtudtuk itt a mérkőzés előtt, a tavaszi tabellát tekintve az 5. helyen áll az Eto, de a Szolnok sem panaszkodhat, de hát a Szolnoknak még nagyon-nagyon kell kapaszkodni ahhoz, hogy bent maradjon a Monikon ligában. Nagyon nehéz lesz a dolguk egyébként. A Siófok azt már tudjuk, hogy pontot szerzett ebben a fordulóban, úgyhogy a Szolnoknak is nagyon kéne a pont. Rólunk nem is beszélve, ugye a Győri Eto egy újabb győzelemmel még közelebb kerülhetne majd a élmezőnyhöz, vagy a középmezőny elejéhez. Mondom gyorsan az összeállításokat, kezdjük a vendégekkel, tehát a Szolnokkal. A kapuban Melnyicsenko, aztán Szalai, Németi, Gyurovics, Zsalle, Fitos, Hurány, Máté, Vukomanovics, Milicsics és Remili a kezdő csapatban. Nálunk pedig Stevanovics, Takás, Stanisics, Dinnyár, Fehér, Aleksidze, Kis, Völgyi, Zsiparana, Györgyevics és Koltai a kezdő csapatban. Tehát tiszta fehérben, kék felirattal a Szolnokiak, és tiszta zöldben, zöld nadrág, zöld mez a Győri Eto FC. A két mester a vendégeknél Simon Antal, nálunk pedig ugye Csertő Jaurél, akinek a vezetésével még nem hagyta el vesztesen pályát a Győri Eto FC. A cserékről majd később beszélnék, mert sok minden mesélni valóm van még erről a meccsről, úgyhogy nézzük mindjárt a mérkőzést. Mondom, olyan maximum 2000 néző lehet, és nagyon erős szél, hogyha ez időnként belefúj a mikrofonomba, azért elnézést kérek, erről mi nem tehetünk. Talán a második fél időre majd csillapodik valamelyest ez a szél. A nap viszont maradhatna, mert így igazán kellemes labdarúgó idő van, mint itt az Eto Parkban. 22. forduló, tehát két jó formában lévő csapat, és senkit ne tévesszem meg azt, hogy a Szolnok utolsó a tabellán, mert hogy ők is jó formában vannak, és azt se tévesszem meg senkit, hogy mi pedig egyelőre csak a 9. helyen vagyunk. Ugye, amióta Csertői mester a mester, azóta sokkal jobb formát mutat a csapat, néhány játékos igazán megtáltosodott, legutóbb például ugye Debrecenben Dinnyár találatával egy pontot szereztünk, úgy, hogy akár hármat is szerezhettünk volna nagyon-nagyon könnyedén, mert hogy jól játszott a csapat, némi szerencsével tartotta otthon a Loki az egyik pontot. A szokásos sérülteken kívül Billy Bytis nem játszhat ma, ugye ő neki 5 sárgája van, őt szűrőben, tehát védekező középpályásként Fehér helyettesíti ma, és így Fehér helyén pedig visszakerült a csapatba ugye Györgyevics. Jó néhány légiós mind a két oldalon, úgyhogy igazán színes párharcra számíthatunk. Galle, aki Makón lett igazából ismert játékos, az NB1B-ben csodákat művelt ő, az előző szezonban is Makóról igazolta le a Szolnok. Túl nagyot nem alkotott azért Galle azóta, Joseph Martial Galle egyébként az a teljes neve. Pedig szuper tehetségnek kiáltották őt ki Kelet-Magyarországon. Hát itt az NB1-ben még túl sokat nem mutatott a tehetségéből, reméljük, hogy ma sem fog. A Szolnokiaknál marad a labda.
2 perc elteltével egyelőre még a kapukig sem jutottak el a csapatok. Ugye azt érdemes tudni, hogy az őszi mérkőzésen simán 3-0-ra nyertünk Szolnokon. Akkor Szeolin lőtt 2 gólt, Koltai pedig egyet. Hát Szeolin most még a cserék között sincs ott, úgyhogy ma nem tudja bővíteni a gólok tárházát. Koltai viszont ott van a kezdő csapatban, és az a meccs ugye tévés meccs volt, gondolom sokan nézték, mármint sport tévés meccs. Hát ezt a 3-0-át ezt simán el lehetne fogadni ma este is szerintem. Én azt mondtam volna itt a mérkőzés előtt, már nem volt időm beszélgetni szurkolókkal, hogy legyen egy sokgólos, izgalmas meccs, de nyerjünk magabiztosan, ez lenne a lényeg. Hát meglátjuk. Gyurgyevics tette előre, Fehér. Kismátétól pattant el labda. Kismáté is bent ragadt a csapatban, amióta nincs már Pintér Attila, hanem jött Csertő Jaurél. Kismáté hiphopotnak került a kezdőbe, és meg is hálálta a bizalmat, hiszen jól játszik most már mérkőzések óta a korosztályos válogatott. Van egyébként egy jubilánsunk is, ugye 50. alkalommal játszik az Eto mezében Rati Aleksidze, aki a házi gól király. A vendégeknél Mohamed Remili a házi gól király, úgyhogy rá érdemes lesz odafigyelni. Remili, aki ugye megfordult a fővárosban is, bár Szolnokon lett ő igazán ismert játékos, és neve ellenére abszolút magyar állampolgár. Zsíparana tette vissza. Stanisic előre, Kismáté. Dinnyára, aki a mezőny legjobbja volt Debrecenben, remekül játszott. Ez is egy nagyon jó labda. Aleksidze ráfordul, de már les. Nem mondtam még, Kovácsi Zoltán a vezetőbíró, Tóth István és Márton Zsolt az asszisztensek. Hát Aleksidze az, akitől továbbra is várjuk elsősorban a gólokat. De ugye Dinnyár bizonyította legutóbb a Loki stadionban, a Nagy Erdőn, hogy benne az ő lábában is ott vannak a gólok. Dinnyár egyébként remek szélső játékot mutatott be, villogott az egész meccs folyamán, nem véletlenül kapott 7-es osztályzatot a Nemzeti Sporttól, és egyértelműen ő volt a mezőny legjobbja, és érdekes Dinnyár szempontjából, hogy Pintér Attilánál ő sem volt stabil kezdő, sőt, és amióta Csertő Jaurél vezeti a csapatot, azóta nem csak hogy helye van a csapatban, hanem egyre jobb formába is lendül. A Győri B közép tőlem olyan 50 méterre ők kezdenek szurkolásba. Hát Szolnokról, ha jól látom, akkor mindösszesen 3-an érkeztek. De hát itt a televízión keresztül a szolnoki szurkolók is megnézhetik ezt a mérkőzést. Ugye Szolnokon nagyon bíznak abban, hogy folytatják ők is a jó sorozatukat, hiszen 4 meccs óta mindig szereztek pontot, legutóbb egyébként a Videótontól csentek el egyet hazai pályán. Az egy nagy meglepetés volt, hiszen a Videóton kilóg ebből a magyar mezőnyből, és fölényesen vezetik a tabellát. És amikor az utolsó szerez pontot az elsőtől, az minden bajnokság, minden ország minden bajnokságában meglepetés számba megy. De mi is jó formában vagyunk, úgyhogy mindenképpen bízhatunk benne, hogy pontokat szerzünk itt ma az Eto Parkban. Mondom, az időjárásra nem lehet panaszunk. Azt kell mondjam, hogy még az szél is egy picit csendesedett, amióta megkezdődött a mérkőzés. A 22. fordulóban tehát a Muri Kompligában. Fehér, aki most egyel előrébb játszik, nem a védelemben, hanem szűrő középpályásként. De hát ő itt is, meg ott is képes ragyogó teljesítményre. Erre számítva formálta át csapatát Csertői mester, Galle. Búrány felé az átadás. Búrány, aki szegedi nevelés, megfordult a Diósgyőrben is, és már tavaly is itt játszott Szolnokon. Ugye a Szolnokról tudni kell, hogy azért az őszi csapathoz képest jelentősen kicserélődött ez a gárda. Hiszen ha csak végig szaladok itt a csapat összeállításon, Melnyicsenko, Némedi, Fitos, Máté Péter, Vukomanovics, Milicsics, mind-mind nem Szolnokon játszottak még az ősszel. A cserék közül meg mondjuk Zsolnai, mind új játékosok, úgyhogy Simon Antal is teljesen új kerettel kezdte ezt a tavaszi szezont. És hát úgy tűnik, hogy jókat húztak az igazolásokkal a szolnokiak, mert hogy egyelőre sokkal jobban megy nekik a tavasszal, mint ment az ősszel. Remili Mohamed szeretne egy bedobást, és meg is kapja a játékvezetőtől, mert hogy Takács Ákos lábáról hagyta el a játékteret a játékszer. 7. perc vége, gól nincs, szél viszont van, továbbra is 0-0 a Győri Eto Szolnok összecsapás állása. És akkor gyorsan elmondom a cseréket, mert róluk még nem beszéltem. A vendégeknél Rézsó, Roxin, Lengyel, Zsolnai, Balog, Antal és Csami,
nálunk pedig Radoszavjevic, Dudás, Bugerra, Eugene, Babic, Ganugrava és Windecker József, aki U18-as válogatott kerettag, és rögtön a meccs után megy is az U18-as válogatott összetartására, és Windecker, ha ma pályára lép, akkor először teheti ezt az első osztályban. Egy veszélyes beívelés, így már azonban nem. Senkinek nem volt jó ez a belöbbölt labda. Milicsics. Boris Milicsics is játszott Diósgyőrben korábban, ugyanúgy, mint Búrány. Igaz, hogy nem direktben Diósgyőrből került Szolnokra. Időközben külföldön is játszott, aztán tért vissza a szolnokiak hívására Magyarországra. De hát őt már ismerték, úgyhogy neki nem kellett a próbajáték. Vitalis Melnichenko, egy olyan kapus, aki több magyar csapatnál is próbálkozott a téli holt szezonban, többek között a Zalaegerszegnél, az Eténél azonban nem tartottak igényt a játékára, utána ment Szolnokra, Szolnokon pedig alig egy hét elég volt neki arra, hogy meggyőzze a vezetőséget, és hát úgy tűnik, hogy elég jól meggyőzte őket, meg hát ő sem zsákba macska volt, mert hogy bent is ragadt a kapuban, és jó teljesítményt is nyújt a légiós kapus. Ő sem játszott még össze ugye a Szolnokban, ebből kifolyólag, ő is új ember. Fehér. Györgyevics és Takács Ákos. Aki kiszorította Babicsot a kezdőcsapatból. Takács ugye új ember, a Kispest csapatából érkezett az Etóhoz a téli holtidényben, még akkor Pintér Attila kérésére. Már szerintem Csertő Jaurul is körült az ő érkezésének, nem véletlenül marad benne a kezdőcsapatban. Takács, aki Dániában, a Vejlében is megfordult. Egyébként korábban a Ferencváros neveltje volt ő, aztán fordult meg a Kispestben. Nagyon hamar bejátszotta magát az Eto kezdőjébe, és elmondása szerint egyre jobban érzi magát Győrben. Ekte fővárosi gyerekként is. Nagyon szimpatikus sportolóról van egyébként szó Takács Ákos személyében, aki nem csak szélső hátvédként, de akár szűrő középpályásként is használható, egyelőre azonban szélső hátvédet játszik itt az Etóban, nem is akárhogyan. Takács egyébként válogatott kerettag már volt, tudomásom szerint felnőtt válogatottban még nem lépett pályára, de hát ami késik, az nem múlik, hanem is a mostani szezonbéli teljesítményével, de mondjuk a jövő évi, akár dobogós reményeket dédelgető Etóban simán kitűhet és be is kerülhetne a magyar válogatottba. Remili. Ő az Újpestben is megfordult, aztán a Vasasban is játszott kölcsönben, de a Szolnokba húzta le a legtöbb évet itt Magyarországon. Ez már lövőhelyzet, és jön a belépő láb. Sokat várt Márkó Dinnyár. Kár volt érte, ez már tiszta lövőhelyzet volt. Zsiparánának egy picit hosszú ez az átadás, Milicsics tisztáz. Aztán pedig Fehér és Dinnyár, nagyon jól érzik egymást az Etósok, ez látszik. Tapad hozzájuk a labda, és már is többet birtokoljuk a játékszer. 10 perc elteltével, gól azonban egyelőre nincs. 0-0 az Etó Szolnok mérkőzés állása. Takács még begyötri, Alexidze veszi le tisztán, ez már helyzet, mekkorát védett Melnichenko! De jó ég, hogy kijátszották ott hárman. Takács már úgy tűnt, hogy nem tudja beadni, aztán mégis. Alexidze pedig le tudta venni és lőni is tudott. Melnichenko hatalmasat nyújtózott. Hát igen, nem véletlenül győzte meg ő a szolnokiak vezetőségét, hogy érdemes leigazolni. Vajon mit szól ilyenkor Csank János Melnichenko jó teljesítményéhez? Ő volt az, aki nem tartott igényt az Eténél a légiós kapus szolgálataira. Az első szöglet a mérkőzésen, nagyon-nagyon mély. Zsibarana nem is éri el, meg nem is fut érte igazából, mert annyira rossz helyre jött. Na hát túl vagyunk az első nagy helyzeten, amit mi alakítottunk ki. Valamivel több mint 11 perc telt el a mérkőzésből. Egyértelműen uralja ezt a találkozót a győri Eto, esélyeshez méltóan. Ugye ma mindenképpen nyerni kéne. Mindenkit le kell győzni, legalább hazai pályán, főleg az utolsó helyen álló Szolnokot, hiszen fel kell zárkózni az élbolyhoz. Ez a célkitűzés a tavaszi szezonra, ha már az őszi szezon nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna. Milicsics dobhat. Galle tovább. A saját helyére fejelte, csúsztatta meg. Ott meg ugye nem volt senki. Egy újabb távoli lövés, egy próbálkozás. Nem volt rossz, de túlságosan veszélyes sem.
Kis Máté próbálkozott egyet. Az jó, hogyha van önbizalom. Kis Máténak kell is bőven, mert a tehetsége az megvan hozzá, hogy itt a kezdőcsapatban villogjon. Kár, hogy korábban nem kapta meg a megfelelő bizalmat, meg a lehetőséget sem. De hát jött Csertői mester, és őtőle megjött a bizalom is. Gyorgyevics tisztázott. Hát igazából veszélyes támadás a Szolnoknak még nem volt. És ezzel nem akarom megbántani a fehérmezeseket, de egyértelmű a céljuk. Egy pont megszerzése, lehetőleg nem bunker focival, de inkább a védekezéssel törődve. Fitos tette tovább. Fitos a Ferencváros csapatából érkezett. Inkább az FTC2-ben brillírozott ő, a nagy csapatban nem igen jutott szóhoz. De nagy tehetségnek tartják, és amint kiderült, hogy a Ferencváros egyelőre nem számít rá az első csapatban, a Szolnok azonnal lecsapott az ifjú Fitosra. Közben pedig megérkezik a lelátóra az a lébényi gyereksereg, akik felvezették a csapatokat. Hát nekik azt hiszem nagy élmény ez a meccs, ott lenne a gyepen is, meg innen a lelátóról is. De hát ez rólam ugyanúgy elmondhatom, mert én is először közvetítetek innen az Etó Parkból, hogy sporttörténelmi pillanat ez a ma este. Takács. Zsiparana tette hátra. Völgyi Dániel. Hát az, ahogy Szabó Otto már régóta kiesett a csapatból, Völgyi óriási lehetőséget kapott, amivel egyelőre él is. De nézzük ezt a helyzetet, miközben Völgyi maradt egyébként lenn. Tehát akár vissza is fújhatta volna a játékvezető ezt az akciót. Völgyi még mindig a földön, és aztán figyelmezteti is a szabálytalankodó Szolnok, itt közben meg Dinnyár majdnem gólt szerzett. De aztán a beadása már nem volt jó. Szöglet lesz ennek a vége, nem is szabad rúgás. Völgyi már talpon, Szalai Botondot kellett figyelmeztetnie a bírónak, ő volt a szabálytalan. Az első negyed óra végén a második győri szöglet, ezúttal kis szöglet. Jó, a betett labda, Melnyicsenko bizony nem mozdult rá. A szél is egy picit becsapta a kapust. De a fejes már nem volt veszélyes, lehet, hogy már nem is bentről fejelte rá. Fehér. Túl tekeredett az egész kapun ez a beadás. Hát igen, a szelet nem kalkulálta be az Eto. Maradt tehát a 0-0. Többet van nálunk a labda, voltak már helyzeteink is. Volt egy nem is kis lehetőségünk, amit Melnyicsenko védett hatalmas bravúrral. A Szolnok pedig egyelőre keresi az Eto Park légkörét, és keresi a saját játékát. Simon Antal nem tartozik a nyugodtan ücsörgő edzők közé, végig állja a találkozót és hangosan bekiabálásokkal irányítja a csapatát. Mondjuk ennek a stadionnak olyan az akusztikája, hogy jól vezeti a hangot, úgyhogy Simon hangját jól hallják a pálya túloldalán lévő játékosok is. Hát mindenhol azért ezt nem játszhatná el Simon. Csertői mester ezzel ellentétben egyelőre még a padon. Gondolom lesz majd olyan momentum, amikor ő is talpra ugrik. Mondjuk az első Eto gólnál. Zsiparana. Stanisic. Gyorgyevics. Az összeszokott belső kettős megint egymásra talált, így ezzel, hogy Fehér egy sorral feljebb került ugye Pilibaitis helyére. Ez a belső védő kettős játszotta végig tulajdonképpen az előző szezont is, amikor ugye jól szerepeltünk, hogy a Nemzetközi Kupában is szerepelhettünk. Gondolom sokan emlékeznek még arra, amikor a Montpellier-t kivertük. Jó régen volt már. Galle felé a kiugratás. Ez már kint van, és hiába gyors Galle, nem éri ezt utol. Hát nem túl nagy iramú ez a mérkőzés. Ami iram van, az csak nekünk köszönhető, és ezzel megint nem akarom a Szolnokot megsérteni, de túl sok hangsúlyt nem fektetnek a támadásokra eddig. Dinnyár, mit tud ő visszahozni abból, amit a Nagy Erdőben a Debrecen ellen mutatott? Reméljük, hogy minél többet, mert ott remekül játszott. Talán még soha nem játszott ilyen jól ő az Eto színeiben, pedig hát valami hasonlóért, hasonló teljesítmény miatt igazolta ő a győri Eto FC.
Marco Dinyer ugye Valentin Babiccsal együtt érkezett még. És horvát játékosokról van szó. Érdekesség, hogy Babics, aki az internetes portálok szerint a legértékesebb győri játékos, be sem fér a csapatba. Dinyer viszont egyre többször ott van a kezdőben. Márha egészséges Marco Dinyer. Milicsics nagy dobása, Galle. Hitos. Az nagyon mély. Sasa Stevanovicsnak semmiféle gondot nem okozott, hogy magához ölelje. Takács lódulhat meg. Időnként azért jól jönne a biztatás is ennek a csapatnak érzésem szerint, bár nem vagyunk nagyon sokan, de aki itt van, az nyugodtan kiabálhatja, hogy hajrá Eto. Mondjuk ilyen lövések lesznek ettől a biztatástól. És nem csak utána, hanem előtte is lehetne tapsolni. Hiszen egy jó formában lévő csapatot nézhetnek a szurkolók, amely, hogyha így folytatja, akkor semmi nem menti meg attól, hogy az első 4-be, 5-be is beférjen akár a bajnokság végére. Persze majd a vetétársak eredményeitől is függ az, hogy végül is hova érhet oda ez a csapat. És hát az igazi nagy építkezés majd a következő szezonban indulhat meg, amikor már teljes szezonban Csertői Auréla mester. Hiszen átvenni egy csapatot az nagyon nehéz feladat, akármilyen jó szakemberről is beszélünk. És hát ezen a csapaton bizony volt mit csiszolni, főleg a fejekben. Zsiparana, akit ugye egyszer elküldtek az Eto-tól, aztán mégis megkegyelmeztek neki, maradhatott. Most pedig ő irányítja a győri Eto játékát, többé-kevésbé. Igaz, hogy most éppen ütköznek fehérrel a pálya közepén. Egy hiba azért mégiscsak becsúszik. Gurány. Gurány is volt korosztályos válogatott. Igaz, hogy nem sokszor. Ő még Balajtival együtt játszott a Diósgyőrben. És ők ketten majdnem ide is kerültek egyszer a győri Etóhoz egy csere transfer révén, amikor a Bajzát Brunovic féle játékosok a Diósgyőrbe kerültek kölcsönbe, akkor szó volt arról, hogy például Búrány ide igazolna Győrbe, csak aztán nem akart ő ide jönni. Hát azóta már egyikük sem játszik a Diósgyőrben, sem a kölcsönadott Eto játékosok, sem pedig Búrány. Az hosszú. Völgyi már nem érte el, kitette még balra, hogy inkább bedobás legyen belőle, de nem tudta már megjátszani ezt a labdát. Szépen lassan 20 perc telik el a mérkőzésből, szépen lassan csordogálnak az események. Egy nagy helyzet, amit Melnyicsenko bravúrral hárított, azon kívül sok minden nem történt, rúgtunk még két szögletet. Az egy dolog, hogy mezőnyben jobbak vagyunk, mint a Szolnok. Gólokban azonban, vagy gólban ez még sajnos nem mutatkozik meg. Völgyi dobása. Stanisic. Takács. Volt szerencsénk ugye csütörtök este részt venni a csapat részben nyilvános edzésén. Ott már ez a kezdő csapat volt az egyik gárda. Nagyon már egyértelműen a Szolnok ellen készült a csapat. És ott is többször elhangzott az edzést követő sajtótájékoztatón, hogy mindenképpen a győzelem fontos és kell a gárdának. Zsiparana passzol rossz helyre sajnos. Hát a brazilban nincs nagy formában, ez tény. Aztán elsodorja visszafutása közben Szalai Botondot. Nem volt szabálytalan, de szerencsére a Szolnoktól elvettük így a labdát. Koltai nagyon könnyedén veszti el. Koltai nincsen sajnos csúcsformában, pedig ugye egy válogatott kerettagról beszélünk. Tőle azért jóval többet várnánk, hiszen a tudása alapján sokkal jobb teljesítményre képes ő. Milicsics, Boris Milicsics. Aztán Gallénak már hosszú az átadás. Kismáté, fehér. Az nagyon jó lett volna, hogyha nem helyezkedik remekül a szolnoki védőn. Galle. Jól tartja meg egyébként a színesbőrű légiós a labdákat, de kapura egyelőre szerencsére veszélytelen.
mert hogy a Szolnoknak még helyzete sem volt eddig ezen a találkozón, pedig eltelt már 22 perc. Sokkal többet birtokolja a labdát a Győri Eto FC. Nekem ugye sajnos nincsen monitorom, és nem számolja senki, hogy milyen a labdabirtoklási arány, de olyan 60-40 körül lehet, vagy akár 65-35 is. Kár, hogy gólban vagy gólokban még nem fejeződik ki ez a különbség, de talán majd ezután. Galle, igen, csúnya volt az. És ez sárga lap lesz bizony. Nyújtott lábú becsúszás, Galle nagyon szenved ott a füvön. Szerintem van is alapja ennek, már kérik is a orvosi meg gyúrói segítséget a társak. Fehér Zoltán volt nagyon-nagyon kemény. És kell az ápolás, ezt mutatja a játékvezető Kovácsi Zoltán is. Joseph Gallét kell tehát ápolni. Hát az komoly érvágás lenne a Szolnoknak, hogyha őt le kéne cserélni. Bár vannak olyan cserecsatáraik, mint például Zsolnai Róbert, aki legutóbb eredményes volt a Videóton ellen. Zsolnaiak ugye a Kaposvárban, meg a Kispestben is maradandót alkotott, megfordult Debrecenben is. Érdekes, hogy ő nem kezdett. Előzetesen egyébként egy kicsit más összeállítást adtak meg a szolnokiak, mert abban még szerepelt Zsolnai is, meg Csami is. Két olyan játékos, akik most csak a cserepadon ülnek. És ha már a cserepadnál tartok, akkor ott van az a 70-es számú Rézsó Péter, aki már 40 év fölött jár, de még mindig aktív játékos, és neki van kivételesen győri kötődése, mégpedig az, hogy a keresztapja Győrben él, ráadásul még szakmabeli is. Galle pedig továbbra is szenved a füvön, gondolom van rá oka, úgyhogy tényleg lehet, hogy cserélni kell majd. Simon Antal is eléggé borúsan tekinget befelé, hogy vajon le kell lehozni a egyik csatárát. A győriek pedig addig fújhatnak egyet. Igen, mehet a mini mentőautó és a hordágy. Gallét valóban le kell hozni a pályáról. Bár Simon Mester még nem intett senkinek a cserék közül, hogy úgy melegítsen, hogy be fog állni. Hát nem akarok itt tippelgetni, de vagy Zsolnai, vagy Csámi fog bejönni, hogyha Gallénak jönnie kell lefelé. Más választása nem nagyon van Simonnak. Legfeljebb az, hogyha csatárt esetleg középpályásra cserél, de nem hiszem, hogy ilyen hamar beállna védekezni a Szolnok. Annyira azért nem adnák ők fel ezt a lehetőséget, hogy esetleg gólt szerezzenek. Galle egyébként időközben már talpon, de eléggé fájdalmas arccal biceg jobbra-balra. Mire megjött az a tolókocsi, meg a hordágy, addigra már sokkal jobban néz ki. Na azért, ha kell, akkor talán ráül a hordágyra, vagy mégsem. De azért ráült, jól van. Ha nem is a hordágyra, legalább a kocsira. Hát szépen elhúzott Galle legalább másfél-két percet ebből a találkozóból. Gondolom ezt majd az első félidő végén tapasztalni fogjuk. Annyit mindenképpen hosszabbít majd a játékvezető. Egyébként sem egy túl nagy iramú mérkőzés. Ez a kis kényszerszünet nem tett jót szerintem az Iramnak, de talán felszívták magukat a csapatok, és még erőteljesebben támadnak majd, főleg a győriek. Tíz emberrel tehát egyelőre a Szolnok. Völgyi pedig kiharcol egy bedobást. Mindjárt kérné, de nem ő, hanem Fehér kapja helyette. Fehér tehát az első sárga lapos ezen a mérkőzésen. Takács. Az igen, Kis Máté volt teljesen egyedül, nem tudott élni ezzel a létszám fölényes helyzettel. Hát Galle nagyon hamar meggyógyult. Nem csodálom, hogy kifütyöli a győri közönség a légióst. Több idő elment az ő kivitelével, mint ameddig ápolták aztán a vonal mellett. És szemmel láthatóan már teljesen egészséges, Fehérrel is pacsiznak egyet, nincs tehát harag. Fehér egy sárgával lett gazdagabb, Galle meg némi tapasztalattal, hogy milyen mozdulatot ne csináljon, mert akkor érkezik egy becsúszó láb, és az esetleg az ő lábát találja el. A harmadik győri szöglet jöhet, Márko Dinnyár kocog ki, hogy beívelje. Nagyon kéne egy gól. Ha rajtam múlna, akkor én most szeretném kívánni az első találatot. 26,5 perc telt el eddig a mérkőzésben, egyelőre 0-0-ás mérkőzés állás, és bizony majdnem megvan. A lehetőség megvolt, Vukomanovics volt, aki még beletette a fejét, bár kifelé mozgott, de azért még
bele tudott csúsztatni a labdába. Branislav Vukomanovic, aki szintén új ember az őszi csapathoz képest a Szolnokban. És jöhet mindjárt a harmadik, után a negyedik hazai szöglet. Koltai. Mindjártól kapja vissza kicsiben. Koltain Galle. Na hát gyorsan törleszti az előbb általa kapott szabálytalanságot. Ez is megért volna nálam egy sárgát. Galle azonban nem kap lapot. Picit, mintha az időt húzná a Szolnok. És ez eléggé látványos. Hát ha én észrevettem, akkor biztos, hogy így van. Tehát majd a mérkőzés után megkérdezzük Simon Antalt, hogy vajon tudatos volt-e ez. Mert túl sokat nem törődnek időnként a játékkal a vendégek. Csak teljen az idő, meg ne kapjunk gólt, mintha ez lenne az elsődleges cél. Koltai a labda mögött. Veszélyes szögből a szabadrugás, mindez pedig a 28. percben. Kis Máté kérde, nem ő kapja. Alexidze a saját emberét találja, aztán Melnyicsenko kap bele a labdába. Hát ez hihetetlen. Hát nem tudom, ki volt az, de hogy Alexidze lövése saját játékosról vágódott ki, az biztos. Talán Fehér állt bele a lövésbe, egy olyan lövésbe, amiben nem akart volna beleállni. Sőt, szerintem próbált volna elugrani előle. Alexidze belőhette volna az első gólunkat. Csertői mester pedig közben az asszisztenssel vitatkozik egy picit. Ugye utána már lest fújt a játékvezető, gondolom ezen megy most a vita, hogy lest volt-e vagy sem. Hát ha nincs ott Fehér, akkor most 1-0-nak örülhetnénk meg egy újabb Alexidze gólnak. És ezzel Rati Alexidze, az egykori Chelsea játékos, góllal ünnepelhetné az 50. győri zöld-fehér fellépését. Takács Ákos csenel egy labdát. Mindjárt elérünk az első fél óra végéhez. Továbbra is 0-0 a győri Eto FC Szolnok mérkőzés állása. Nem rossz meccs, de nem is túl jó. Elég gyengécske Irammal. Jobbára Eto fölénnyel, egy hosszú Galle ápolással, csak azért mondom, mert megint ő esett el, és egy eddig nem túl sokat mutató szolnoki csapattal. Völgyi még visszahúzni sem tudta az ellenfele, aki egyébként Urány volt. Időközben jelentem megállt a szél, úgyhogy kezd meleg lenni itt az Eto Parkban. Jó lenne, hogyha a Szolnok is ugyanezt mondhatná el magáról. Egész kellemes tavaszi idő van. Igazi jó focihoz való idő. Hát a jó foci az még hiányzik, a jó idő az már megvan. Negyed óra van hátra egyébként az első találkozóból, majdnem egészen pontosan. Fehér teszi tovább. Zsíparán nekem egy picit kilóg ma a csapatból, nem igazán találja a helyét, pedig eddig jól teljesített, ez viszont most egy remek kiugratás. Jó, visszatett labda, és Kismáté fejeli le lövésre. Koltai azonban nem jól kapta ezt a labdát, nem is jutott hozzá a labdához. Lőri meg végképp nem tudott. Gyorgyevics és Stanicsics egyelőre hiba nélkül a belső védői kettős, Alexidze. Koltai kérni, Alexidze tartja meg remekül, ez nagyon hosszú. Ha valaki most először nézne Eto meccset, akkor ha másról nem, akkor a narancssárga cipőjéről megismerné Rati Alexidzét, meg arról is, hogy a legveszélyesebb támadónk. Egy nagyon rossz kirúgás Melnyicsenko részéről. Védett egy vagy másfél nagyot a vendége kapusa, azon kívül azonban túl sokat nem kellett védenie. És ez nekünk is lehet egyfajta figyelmeztető jel. Kis Máté. Fehér. Koltai szépen csinálta. Kis Máté. Az már nem jó. Milicsics lukat rúg, ez már így helyzet, és ott van a gól, de gyönyörűen csinálja Márko Dinnyár. A 32. percben Boris Milicsics hibáját kihasználva, mert hogy Milicsics lukat rúgott, nem lett volna jó ez a beadás, de Milicsics akkora bakit követett el, hogy ezt ki kellett használni. Dinnyár pedig jó lesipuskás módjára, ha már ott volt, akkor berúgta. Dinnyár remek formában. A legutóbbi debreceni meccs legjobbja, ott is gólt szerzett, most is gólt szerez. Márko Dinnyár egyelőre itt is a meccsembere. 32 perc kellett tehát a vezetéshez. Márko
Dinyár! Megint Dinyár, tehát a gólszerző. Kellett ez egy szolnoki védekezés, így van, de teljesen mindegy, mi kellett hozzá. A lényeg, hogy 1-0-ra vezet az Eto'o. És az nagyon jó, hogy már az első félidőben előnyt szerzünk. És hiába a jó formában a Szolnok is, ahhoz képest, amit az ősszel nyújtott, ezek a hibák azért mutatják, hogy ők nagyon jól tudják azt, hogy nagyon-nagyon le vannak ott szakadva a mezőny végén, és óriási bravúr kéne nekik ahhoz, hogy esetleg bent maradjanak az első osztály, mivel a Szolnoknak mindösszesen 14 pontja van, pontosan fele annyi, mint az Eto'nak, és elég jelentősen le vannak maradva még a Siófokhoz képest is, a Siófok ráadásul ebben a fordulóban már egy pontot szerzett, úgyhogy ha itt kikap a Szolnok, akkor még nagyobb hátrányba kerülnek a tiszapartiak, úgyhogy eléggé kilátástalan a helyzetben vannak ők. Ilyenkor pedig ebben a helyzetben sokkal könnyebben becsúsznak ezek a mostani védekezési hibához hasonló bakik, pedig Milicsics sem fiatal ember már, és elég komoly rutinja van, most mégis kapitálisat hibázott. De hát ebben a mai modern fociban benne vannak ezek a hibák, mint hogy benne vannak azok a remek megoldások is, ahogy Dinyár feltette a jobb felsőbe, úgy, hogy Melnyicsenkónak esélye nem volt odaérni. Dinyár találatával tehát vezet a Győri Eto'o. Alex Idze a földön, hát igen, azt már megszokhattuk, hogy őt elég rendesen faragják minden csapat védői. Debrecenben is jó sokat kapott, sokat volt ő a földön. Mégis megküzdött, és jól is játszott a Loki ellen Rati Alex Idze. Kis Máté. Ha már elvesztett, akkor vissza is szerzi. Jó a kiugratás. Megint létszámfölényes helyzet. Koltai, ez már lassan a helyzet. Egy belőtt labda, egy picivel megy csak el Alex Idze feje fölött. Talán, hogyha inkább Dinyárnak teszi be Koltai, és nem Alex Idzét keresi mindenáron, akkor nagyobb lehetősége lett volna az Eto'nak, de itt sem volt ez rossz. Egy szögletre ez is jó. Ez pedig már az ötödik sarokrúgása lesz a győrieknek. A Szolnok emlékezeteim szerint még egyetlen szögletet sem rúghatott. Ez is jelzi, hogy melyik csapat játszik fölényben. Most már inkább 70-30-ra tenném azt a bizonyos labdabirtoklási arányt, de továbbra sem jelzi ez sajnos nekem semmi műszer. Milyen jó lenne, hogy egyszer jelezné. Az ötödik után pedig jön gyorsan a hatodik sarokrúgás is. 10 perccel tehát az első félidő vége előtt. Dinyár találatával egy gólos Eto'o vezetés. A szolnoki cserék folyamatosan melegítenek, amióta Gallét kellett ápolni. Íme tehát az újabb Eto'o szöglet, és éppen az emlegetett Joseph Galle fejelte ki. Hát Makón Galle szerintem majd-majd díszpolgárrá várt, aztán mielőtt még megválasztották volna, gyorsan eligazolt Szolnokra. Őt egyébként más országbeli csapatokkal is szóba hozták. Aztán végül mégiscsak az első osztály újoncát, a Szolnokot választotta. Egy elég gyengécske kísérlet, nagyobb lehetőség volt ebben a lövésben, mert hogy egy pillanatra jó 5 négyzetméteres körzetben senki nem volt fehér körül, így azonban Melnyicsenkónak nem volt nehéz dolga. Kis Máté, nagyon-nagyon könnyedén védekezzük ki a Szolnok támadásait, ha egyáltalán ezeket támadásnak lehet nevezni, mert hogy kapura még nem lőtek a vendégek. Elég erőtlennek érzem eddig a vendégek szárnyjátékát. A széleken egyáltalán nem veszélyesek, Galle pedig jó, hogyha egy picit meg tudja tartani a labdát, de kapura ő sem lőtt még. Fehér. Völgyi. Aki, mint mondtam, jól él azzal a lehetőséggel, hogy Szabó Otto nincs ott a vetélytársak között. Szabó is, Nikorek is, Tokodi is továbbra is sérültek, sőt, most már Trajkovics is feliratkozott a sérült listára. Billy Baitis pedig ugye, ahogy mondtam, 5 sárgalapja miatt nincs, de ő már a következő meccsen ott lehet. Úgyhogy Fehér visszatérhet a védelembe, ha Csertője Aurél úgy gondolja majd. Szépen mentett Szalai Botond. Fehér. Ezt feleslegesen emelte föl érzésem szerint. Fitos tisztázott, aki remek felépítésű játékos, ma azonban nem sokat mutat. Fitos Lászlóról van szó. Völgyi dobhat. Koltai mellel teszi vissza Völgyinek. Be kéne lassan adni. Szép átadás. Dinyárt lebírkozzák hátulról Milicsics.
Hát ezt nem tudom milyen sportágnak nevezhetném. Birkózásnak nem, focinak meg végképp nem. Boris Milicsics nincs formában, ez jól látszik, ő nagyon sokat hibázik. Úgyhogy rá nyugodtan lehet játszani majd a következőkben. Jöhet a hetedik győri szöglet, 7-0 egyébként a szöglet arány. Mindez a 38. percben, 1-0-ás Eto vezetésnél. Koltai. Melnyicsenko, mekkora hiba ez is, most pedig Milicsics menti meg a csapatát a góltól. Az eddig jól védő Melnyicsenko most csak tovább paskolta a labdát, ahelyett, hogy magához ölelte volna. Pedig Gyorgyevics tudott fejelni. A honfitárs Milicsics viszont most jól helyezkedett. Ez csúnya volt, bizony a combjára kapott egyet, ha jól látom, Kis Máté. Nem véletlenül marad le. Mind a ketten a labdáért mentek, csak éppen a szolnoki lába, szolnoki csuka az Kis Máté combját ért el, és nem a labdát. Győri szabadrugás a 11-es ponttal egy vonalban, egy magasságban. Zsíparana kérdi meg a társakat, hogy hova is kéne beadni pontosan. Hát Zsíparana valamit alkothatna, mert eddig nem sokat csinált a pályán. Ha én lennék az edző, nálam érne egy csere. Melnyicsenko csak másodszorra tudja megfogni a labdát. Nem volt rossz próbálkozás, nem volt túl erős a lövés, de hát egy bizonytalan kapussal szemben érdemes megpróbálni ezt is. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy vajon Windekert pályára küldje ma Csertői Aurél, ha már ott van a cserepadon. Az is már komoly bizalom, de hát meglátjuk, hogy alakul a mérkőzés. Gondolom, hogyha mód és esély van rá, akkor Windeker be fog mutatkozni itt az első osztályban, a magyar fociban. Remili tovább, hát Remili meg Galle nevét jó régen nem mondtam, Remiliért legalább negyed órája nem. És hogyha a Szolnok kulcsfigurája ennyire nem mutatja magát, és ennyire nincs jó formában, az nekünk csak jól jöhet. És most kérek elnézést a szolnoki szurkolóktól, de hát elsősorban azért győri televíziós vagyok, ha nem baj. 1-0-ra vezet továbbra is az Eto. Márko Dinnyár volt a gólszerző. Valamivel több mint 5 perc van hátra, meg még adjuk hozzá mondjuk Galle 2 perces ápolását, úgyhogy összesen 7. Búránynak rossz volt az átadás. Stanisic egyszerű eszközökkel, de felszabadít. Remili. Na hát kellett mondanom, hogy nem ér labdához, most egy percemből kétszer is nála volt. Egy nagyon-nagyon rossz lövés Remili Mohamedtől. Sasa Stevanovic, akinek védenivalója még nem volt, ami jó hír itt az Eto Parkban, és ez sok mindent elmond erről a ma esti mérkőzésről. A védelem pedig, amit kellett, hárított, tehát jól áll a lábán a zöld-fehérek hátsó tengelye. Én egy picit az előre játékban hiányolom Zsíparának a kombinációs készségét, ami megvan, csak ma nem sokat láttunk belőle. Mert ő neki kéne ugye tömnie Koltai Dinnyárt meg Alexidzét, illetve neki is. A többiek megteszik, Zsíparana nálam egy picit ma hallányabb a szokásosnál. De hát meglátjuk, hogy Csertői Mester lát-e okot majd a cserére a szünetben, mert hogy a rendes játékidőt nézve 4,5 perc múlva szünet következik már. Milyen gyorsan elment az első 45 perc. Koltai gyönyörű cser, és ezzel majdnem, hogy helyzetbe is kerül. Koltai nagyon messze, még nem is volt rossz ez a lövés. Talán egy picit tovább viszi. Gyönyörű volt az a cser, hát, illetve egy labda átvétel, amivel egyből két ember csapott be, és gyorsan megnyílt előtte az út Melnyicsenko kapujáig. Talán egy picit megijedt a lehetőségtől Koltai Tamás. Ha még ment volna egy 4-5 métert, akkor sokkal pontosabban célozhatott volna minden esetre. Egy újabb győri lehetőség. Simon Antal pedig cserélni fog, mert hogy valakit magához hív a melegítők közül. Hát nem Zsolnai az, az biztos, meg nem is Csámi, őket innen is felismerném. Hogy pontosan kivel beszéli meg a lehetőségeket, azt nem tudom, de amint levetkőzik a kolléga, azonnal meg fogom mondani, hogy ki jön majd be. Ha egyáltalán még ebben a félidőben cserél Simon Antal, lehet, hogy csak most megbeszélik, aztán majd a szünetben vált a szolnokiak vezetőedzője. Egy megpattanó labda, megint Alexidze próbálkozik, Melnyicsenko, aki bemutatott egy nagy bravúrt, azóta meg néhány kisebb bakit. Nem tudom igazából, melyik az igazi arca
a szolnoki kapusnak. Nem cserél egyébként Simon Mester, csak megosztotta a tapasztalatait az egyik tartalékjátékosával Galle. Igen, ez szabálytalansággal indult, hiába szentségen Galle valami jó kis afrikai nyelven, bár amióta ő már Makón játszott, az meg legalább 3-4 év, akár magyarul is megtanulhatott. Dinnyár. Zsiparana elengedi, Völgyi. Néhány pontatlan a passz. Györgyevics. És Takács. A széleken talán egy picit többet próbálkozhatnánk, mert ott sebezhetőbbnek tűnik a Szolnok. Hát nem az én dolgom megmondani, hogy hol kéne próbálkozni. Ott van például egy beinduló ember Kismáté személyében. Túl sokan vannak a fehérek, Kismáté pedig nélkül, hogy felnéz, gyorsan beadja középre. Hát ebben a labdával nem lehetett mit kezdeni. Kár érte, ebben is több volt ebben a helyzetben. Hát folyamatosan dolgozzuk ki ezeket a lehetőségeket. Egyszer be is találtunk. Egyszer Melnyicsenko védett nagyot, akár nagyobb is lehetne a különbség. Sokkal többet van nálunk a labda, egyértelműen kiderült már, hogy melyik a jobb csapat, de azt, hogy mekkora különbséggel, az majd a jövő zenéje. Elvileg kevesebb, mint 2 perc van hátra az első félidőből, gyakorlatilag meg szerintem legalább 4, Galle ápolása miatt. Továbbra is Dinnyár találatával vezet a Győri Eto FC, egyébként a 38. minutumban talált be Márkó Dinnyár, és ezzel most már sorozatban második meccsén szerez gólt a horvát légiós, akiben Pintér Attila annó nem bízott eléggé. Fitos. Jó volt a váltás. Szalai. Galle felé az ívelés. Előnyösebb helyzetben volt a győri védő. Máté Péter is fellép a támadáshoz. Ő pedig ugye a Debrecenből lehet ismerős. Onnan játszik kölcsönben Szolnokon. Ez pedig egy remek győri kontra eddig. Ez sem volt egy szép megoldás, az biztos. Völgyi került a földre, de nem fújta le a játékvezető. Talán majd most ad egy sárgát, ha ad. Igen, bizony, adni fog. Tovább mehetett a támadás, nagyon jól alkalmazta az előnyszabályt Kovácsé Zoltán, de aztán a végén csak kiosztja azt a sárgát, mert hogy Völgyinek hátulról csúsztak be szabálytalanul. Úgyhogy íme a második sárga. Remili Mohamed, még ha nem is hiszi, megkapta. 44, sőt már 45. perc. Íme a második sárga. Volt egy már fehérnek nálunk, most van már Remilinek a Szolnokban, és az első félidő utolsó momentumainak egyike következhet hamarosan. Hát olyan 27-28 méterre lehet a kaputól. Most már a szél annyira nem fog segíteni, mert a szél szépen lassan eláll. Amilyen viharosan kezdett itt a meccs elején, annyira elcsendesedett a fuvallat. Na és akkor vajon kirúgja? Ez még nagy helyzet lehet itt a félidő végére. És milyen szép lenne mondjuk egy góllal zárni. Igen, 2 perc a hosszabbítás, ezt jól megtippeltem. Ennyi ideig ápolták a szolnoki légióst. Kimegy végül a labda. Nem volt ez ennyire veszélyes, csak Melnyicsenko megint nem merte fogni a labdát. Ezért ment ki szögletre. Ez pedig már a 7. győri sarokrúgás. Milicsics! Hát vajon ezzel mit akart? Biztos megbeszélték előtte Melnyicsenkóval, hogy figyelj, majd hazafejelem, jó? Szóval elég veszélyesen tette haza a labdát Boris Milicsics. Ő az, aki ugye hibázott a győri gól előtt, Márkó Dinnyár előtt. Elfelejtette levenni, meg kirúgni a labdát. Így kerülhetett kihagyhatatlan zicserbe a horvát légiós. Letelt a rendes játékidő, már a 46. percben vagyunk. Egy gólos győri vezetés, másfél perc van még a hosszabbításból. És az első kapura küldött szolnoki labda, ez is csak egy csúsztatás, Nenad Gyurovics volt az. Dinnyár, aki nálam továbbra is a meccs hőse egyelőre. Nem, mint hogyha bármit fel tudnék ajánlani a meccs hőse címért. Talán egy bécsi szendvicset innen a büféből. Remili. Eddig jók a cselei Remili Mohamednek. Aztán megunja, hogy csak nála van a labda, eleget dédelgette, inkább tovább passzolja. Ezzel pedig szépen lassan lelassul a szolnoki támadás. Na hát ez nem volt aztán már veszélytelen. Fitos csúsztatta meg. Sztevanovicsnak azonban végül nem kellett közbeavatkoznia. Hát elvileg letelt már a hosszabbítás is. A 2 perces hosszabbítás. 47 perc játék után tehát
1-0-ás győri vezetés. Egy jó játszó, vagy inkább játszogató Eto, éppen annyit adott ki magából a zöldfehér gárda, amennyi kellett, és egy erőtlenül, hát próbálkozó, játszadozó, inkább próbálkozó Szolnok. Meg ne bántsam a kedves szolnoki nézőket. Nem túl erős a csapatok, az biztos. Tehát ezzel azt hiszem, hogy nem túlzok, és nem véletlenül állnak ők ott, ahol állnak. Sokat nem törődnek a támadásokkal, védekezésben meg hibáztak egy óriásit Milicsics révén. Ennek köszönhetik, hogy kaptak egy gólt, persze emellett is voltak győri lehetőségek, úgyhogy ha nem abból, akkor mondjuk egy másik helyzetből talált volna be az Eto'n. Galle vissza, a bíró pedig még engedi a játékot. A szokásos ívelések, na ez már helyzet, bizony Galle. Előle kellett mentenie Fehérnek. Zsíparána föl a levegőbe, és ez az utolsó momentum ebben a félidőben, a 47 helyett inkább 48 és fél perc játék után, tehát 1-0-ra vezet Márko Dinnyár vezetésével, góljával a győri Eto FC, 38. percben talált be Dinnyár. Abszolút megérdemelt ez a vezetés, szerintem Csertői Mester változtatni fog, ha nem a szünetben, akkor a második félidő elején. Mindenesetre egyelőre biztató a játékunk, és abszolút nem forog veszélyben a vezetésünk. Innen folytatjuk pillanatok múlva. Íme tehát a második félidő, 45 perc van még, ennyi áll a csapatok rendelkezésére, hogy változtassanak az eredményen. 1-0 arányban vezet a győri Eto, Márko Dinnyár 38. percben szerzett góljával. Dinnyár tehát tartja jó formáját. Egyetlen egy csere van a szünetben. A nagyon-nagyon halványan teljesítő Fitos helyére érkezett Lengyel Béla 8-assal a Szolnoknál. Csertői Aurél azonban nem változtatott az összeállításon, nem is kell egyébként. Én csak tippeket adtam, úgyhogy azt meg ugye nem kell betartani. Még jó, hogy nem én vagyok a mester. Már csak azért is jó, mert elnézést kell kérnem, ugyanis Takács Ákosról úgy beszéltem, mintha még nem lett volna válogatott, pedig már volt. De tanult operatőr kollégám felhívta rá a figyelmemet, hogy volt ő már magyar válogatott, tehát reméljük, hogy lesz is még. Ma nem nyújt kimagasló, de jól játszik, úgyhogy ennél egy picit több kell, és akkor be lehet kerülni megint a magyar válogatottba Takács részéről. Milyen jó lenne, hogyha megint lenne Koltai mellett egy másik győri válogatottunk. Fehér. Más változás egyébként nincs. A szél megint csak megerősödött egy picit, a nap kezd lefelé menni, de továbbra is szembesüt. Közben Szalai lódul meg, Szalai Botond. Egy jó kiugratás jobb oldalra, ez már helyzet. Hát a Szolnoknak talán a meccsen a legnagyobb helyzete lehetett volna, hogyha nem jön jókor éppen Dinnyár, akit emlegettem. Szép volt a szerelés, aztán ez már szabálytalan bizony. Völgyi került a földre, gyönyörűen szerelt, aztán nem tudta továbbvinni a labdát, mert hátulról akasztották. Az más kérdés, hogy a játékvezető nem látott okot közbeavatkozásra, úgyhogy marad a labda a Szolnoknál. Hát a Szolnoknak sokkal többet kell nyújtani, hogyha pontot akarnak szerezni itt a győri Eto Parkban, mert amit az első 45 percben nyújtottak, az édes kevés. Szalai talán a legaktívabb fehérmezes, tehát nem az ő dolga, hogy gólt lőjön. Remili. Picit magát is korholja, meg a társat is korholja. Igen, azt mutatja egyébként Vukomanovicsnak, hogy a lábához kérni a labdát. Ebben egyébként teljesen igaza van Remili Mohamednek. De hát azért ne legyen nagy a szája, mert bajmi keveset mutatott meg ő is a tudásából itt az első félidőben. Remili, aki hatalmas tehetségnek indult, és Szolnokon kívül a fővárosban, két csapatban, a Vasasban és az Újpestben is megfordult, sőt, külföldre is hívták. Aztán visszatért Szolnokra, igazából a Tisza partján tud ő kimagaslót nyújtani, más csapatban nem igazán ment neki a játék. Mennyicsenkó most lábbal tisztáz, egy olyan kapus, aki két nagy bravúrt is bemutatott, meg jó néhány óriási bakit, hajmeresztő bakit, mondom ezt én, akinek ugye nincs mi meredjen. Szóval Mennyicsenkó egy érdekes személyiség, az biztos. De hát ezt ki lehetne használni, és lehetne neki gólokat lőni. Nem is egyet akár. Szépen tisztázott az Eto, nem tudtunk azonban kijönni a sündisznó állásból. Szalai. Szalai.
ne sajnos szabálytalan, fehér volt. Lengyel Béla játszik tehát 8-as számmal Fitos helyén. Abszolút jogos cserét hajtott végre Simon Antal. Fitostól ennél jóval többet vártak. Egyébként, ha már a cseréknél tartunk, a vendégeknél Roxin, Zsolnai, Balog, Antal és Csami nálunk, Dudás, Bugerra, Eugene, Babic, Ganugrava és Windecker a bevethető játékosok. Kíváncsian várom egyébként továbbra is, hogy ha cserél Csertő Jaurél, akkor Windecker Józsi pályára lépe. Ez lenne egyébként az első mérkőzés. És ha már jubilánsok, akkor ugye azt mondtam, hogy Alexidze az 50. győri mérkőzését játsza az Eto színeiben. Hoppá, mi volt ez? Stefanovic kezéből kicsúszik a labdát, hihetetlen baki. És ezt használja ki a Szolnok. Hát ez aztán tényleg nem volt benne a mérkőzésben. Második félidő harmadik percében én még itt anekdotázom arról, hogy kit lehetne majd becserélni, hogyha cserélni kell. És közben a csapatkapitány Sasa Stevanovic kezéből kipottyan a labda. Hát erre aztán tényleg nem számítottunk. Egy hihetetlen hiba, legalább akkor, ha nem nagyobb, mint amit elkövetett Milicic az első félidőben. Hát időnként azért ez belefér, ugye. Jó kapusnak is nem mindig van szerencséje. Németi volt egyébként a gólszerző, ha még nem mondtam volna. Az ex-Kecskeméti, aki csapatkapitány lett Szolnokon, most jókor volt, jó helyen. És kihasználja ezt a hihetetlen hibát. Egy könnyű labdát Stevanovic nem tudott megfogni. És a lecsorgó, kicsorgó labdát Németi egyszerűen csak bepasszolt a belsővel a hálóba. Ezzel pedig 1-1 a második félidőben, a negyedik percben. Hát ez óriási meglepetés az eddig látottak alapján, és nem lenne jó, hogyha egy ilyen gól, egy ilyen talált gól befolyásolna egy mérkőzést. Sokkal jobb teljesítmény nyújtott az Eto az eddig eltelt időben. Az más kérdés, hogy sajnos ezek a hibák benne vannak egy mérkőzésben. Egy olyan kapusnál is, aki évek óta remek teljesítmény nyújt itt Győrben. És hogyha valakit megkérdeznek, hogy melyik légiós igazolása volt, teli találat, Magyarországon játszó légiósról beszélek, akkor Stevanovicot mindig ezek közé sorolják. Nem is tudom, hogy ilyen régen játszik-e már légiós Magyarországon, mint amióta Sasa itt Győrben van. Nem véletlenül ő a kapitány, de hát ő is hibázhat. Viszont ez a hiba, ez nagyon rosszkor jön nekünk. Viszont jókor jön a Szolnoknak, mert hogy lelkileg felrázhatja őket, hiszen nagyon hamar találtak egy gólt a második félidő elején. Most kell megrázni a magát az Etónak, és szerezni újabb gólt vagy gólokat. Van még idő bőven, valamivel több mint 40 perc van hátra a találkozóból. Úgyhogy idő van arra, hogy gólokat szerezzünk. Az más kérdés, hogy vajon a Szolnoknak mennyire ad ez lökést, hogy találtak egy gólt itt az Eto parkban. Remili gyönyörűen csinálta. Aztán kibillentik az egyensúlyából, fehér volt az. A játékvezető pedig meg is ette ezt a mozdulatot. Remili a földön, aztán még fájlalja is a combját, ha jól látom. Nem biztos, hogy a combját, de a lábát az biztos. Hogy a szabadrúgás mindenképpen jár, a sipszót pedig meg kell várni, ezt mutatja a játékvezető. Na hát szabadrúgás tehát a Szolnok javára, 5,5 perc telt el ebből a félidőből, nem történt más, csak egyenlített a Szolnok, mégpedig Németi találatával. Két szerencsés gól, a Szolnoki volt a szerencsésebb. Emili egy lövésszerű beadás, hát ebben, hogyha valaki beleteszi a fejét, akkor őt is ápolni kell. Nem volt, aki beletegye a fejét, Németi érkezett egyébként a túloldalon, de lekésett erről az erősen belőtt labdáról. Remili pedig továbbra is húzza a lábát, úgyhogy neki nem múlt el maradandó sérülés nélkül, úgy tűnik ez az előbbi találkozó fehérrel. Zsiparana hátra. Hát Zsiparana továbbra sem tűnik ki ebből a csapatból. Az viszont egy lerántás, ez egyértelmű, és bizony-bizony, hogy sárgát ér. Ha jól látom, Milicic az. Ő továbbra is bizonytalan, hogy rá nyugodtan játszhatunk, Dinyár pedig jó formában van, és ő az ő embere. Úgyhogy ebből a párharcból az Eto kerülhet ki győztesen. Hogyha Dinyár be tudna még egyszer találni ott Milicic mellett, az nekünk már nyerő lehet. Nagyon jó lenne egyébként a harmadik sárga a mérkőzésen. És egy nagyon-nagyon jó szögből végezhetünk el szabadrúgást, végezhet el az Eto szabadrúgást.
22-23 méterre, nem teljesen szembe, inkább bal oldalra Mennyicsenko kapujától, tehát innen egy jó rugó technikájú játékos simán becsavarja a rövid felsőbe mondjuk, de nem szeretnék tippeket adni. 8. perc a második félidőben, Németi találatával kiegyenlített a Szolnok, 1-1 tehát az Eto Szolnok mérkőzés állása. Zsiparana erőből meglövi a hosszúba, és mekkora gólt lő! Hát én a rövid felsőt ajánlottam, ő nem azt választotta, de teljesen mindegy, hogy hova lövi, belőtte is ez a lényeg. Hihetetlen erejű bomba, Melnyicsenko vetődött ugyan, de hát ezt nem érhette el. Úgyhogy nagyon hamar válaszol az Eto a szerencsés szolnoki egyenlítésre, és a meccs elején azt szerettem volna, hogy egy gólzáporos meccsen nyerünk. Érik ez a dolog, bár a 2-1 az még messze nem gólzápor. Zsiparana pedig megköszöni a kispadnak a bizalmat. Ő az ugye, akit elvileg az előző vezetés, az előző vezetőedző eltanácsolt a csapattól, és elvileg őt szabad listára tették. Aztán visszafogadták, kapott még egy lehetőséget, tehát például ilyen gólok miatt érdemes volt őt visszafogadni. Zsiparana remek szabadrugásával, tehát 2-1, megint nálunk az előny. A Csipanára pedig nem hallja, amit én mondok itt meccs közben. Egy párszor megdorgáltam azért a mérkőzés folyamán, hogy eléggé halványan játszik. Nálam mindent rendbe tett, úgyhogy visszavontam mindent. Semmi gondom a játékával, hogyha időnként rúg egy-egy ilyen gólt, akkor közben nekem azt csinál, amit akar. 2-1 tehát az Etónak, és ez a lényeg. És még mindig csak a 9. percben járunk a második félidőben. Előny tehát nálunk. Dinnyár találatát Németi egyenlítette ki, aztán jön Csipanára egy gyönyörű szabadrúgás góllal. Még a bravúrokra képes Melnyicsenko sem érhette utol az elemi erejű lövést. És legalább gólokat látunk itt az Eto Parkban. Ugye sokan bírálják a csapatot, hogy kevés gólt szerzünk, vagy szerez az Eto. És azokat is általában Alexidze. Hát ehhez képest ma Alexidze még nem lőtt gólt, a csapat viszont már 2-t is. Lehet fordulni, Dinnyár! Szép volt a két csel. Igen, ez némi feltartás volt, az biztos, be lehetett fújni. A játékvezetőre egy panaszunk nem lehet. Jól vezeti a mérkőzés. A sárgák jogosak voltak. Most is jól vette észre, hogy amikor kell, akkor egy taktikai faltot elkövetett a szolnoki védő. Gyurovics volt egyébként. Kis Máté. Völgyi hátra. Györgyevics. Zsiparana. Ezzel pedig jelentősen emelt a mai teljesítménye színvonalán a brazil légiós. Aki egyébként ott van minden futszál mérkőzésen, úgyhogy szereti a futszált is. Seolinnal együtt, meg néha Bugerrával együtt ott szurkolnak a társaknak. A futszál is közel áll a szívéhez. Remili, ez most egy picit rossz átvétel volt. Csertő Jauriel, néha azért ő is talpra szökken, elegáns öltönyében ezúttal. Zsiparana. Szerintem ők egy jót beszélgettek Csertői mesterrel a szünetben. És én úgy vélem az ő teljesítményén. Szalai lopja el a labdát. Németi tette ki oldalra. Az nem jó, Takács Ákos fejeli vissza. Kis Máté, Zsiparana. És megint Kis Máté. Kis Máté nagyon hasznosan és jól játszik, az pedig nem les, úgyhogy mehet Alexidze, hogyha eléri, de megy Máté is. Alexidze volt szabálytalan. Aztán Máté még kérdően néz Melnyicsenkor, hogy miért nem szól, hogyha nem jön. Szerintem Máté arra számított, hogy jön a saját kapusa. És egy picit későn kezdett sprintelni, de épp elég volt ez ahhoz, hogy előbb érjen oda a labdához, mint Alexidze. A jubiláns Rati pedig már csak szabálytalansággal tudott próbálkozni, labdaszerzéssel nem. 57. perc már egyébként közben a mérkőzésen. 1-0-ás félidő után jelenleg 2-1 a mérkőzés állása. Ebben a játékrészben Németi és Zsiparana is betaláltak már egyszer-egyszer. Ők toldották meg Dinnyár első félidei találatát. Takács nem tudja elérni. Ezek az apró hibák azért kellemetlenek, de hát ez még azért belefér.
Vukomanovics dobta be. Galle. Ilyen remek színben van, és remek egészségnek örvend, ahhoz képest, hogy 2-2,5 percig ápolták őt az első félidő derekán. Az ott egy figyelmeztetés lesz, nem is akármilyen. Pillanatok alatt ott termett Kovács Zoltán, és mondott valamit a szolnoki védőnek. Gondolom valami olyasmit, hogy ilyet még egyszer nem, mert ebből sárga lesz. Nenad Gyurovics volt a figyelmeztetett ember. Gyurovics is új ember egyébként az őszhöz képest a szolnokiaknál. Takács. Gyorgyevics. Hátul remekül áll a lábán az Eto védelem, mint ahogy általában is. Takács. Ő is nagyot tud ám lőni. Alexidze. Károly Takács nem mutatja meg, hogy mekkorát tud tüzelni. Zsiparana. Beszorul a szolnok. Az Eto egyértelmű fölényben. Ez sajnos les volt bizony. Kis Máté ragadt lesen itt a jobb szélen. Na hát 13 perc már ebből a fél időből is eltelt. Megint cserél majd a szolnok. Zsolnai Róbert kocog ide a kis padhoz, ő fog bejönni. Van egy tippem, én mondjuk Gallera tippelnék, illetve hogyha Remilinek ugye súlyosabb a sérülés, akkor lehet, hogy őt hozza majd le Simon Antal, de az biztos, hogy a szőkített hajú csatár, aki remekül fejel, ő fog majd bejönni. Zsolnai Róbert, az ex-kaposvári, kispesti és debreceni ék. Fehér. Ketten zárnak össze előtte, szerintem szabálytalanul. Némedi teszi haza. Melnyicsenko. Milyen jó, hogy ilyen gyorsan jött megint a vezetés. Szegény Stevanovicsnak nehogy a nyakába varjuk, hogy miatta lett ugye egál. Ezek a hibák beleférnek egy-egy ilyen meccsbe. Kéz volt, ezt látta legalábbis a játékvezető Kis Máténál. Nem nagyon vitatkozik vele Máté, úgyhogy valószínűleg így is történt. És megint Remili végzi majd el a szabadrúgást. Zsolnai készülődik, tehát 11-es számmal sejtésem szerint Galle helyére. Mondom, esetleg a sérülés miatt lehet Remili a lecserélendő. Stevanovics ezt most magabiztosan öleli magához. Milicsics volt, aki megcsúsztatta. Valahogy így kellett volna védeni azt az előző esetet is, de nem akarom többet felemegetni. Felejtsük el. A lényeg, hogy megint vezetünk 2-1 arányban, hiszen azóta Zsiparana hatalmas bomba gólt lőtt. Alexidze picit hosszúnak tűnik, de elérhető. Szalai, ő volt a gyorsabb. Megint elnézést kell kérnem, mert sem egyik, sem másik játékos nem cserél Simon Antal, hanem védő helyett hoz be csatárt a szolnok, mégpedig Boris Milicsics helyére érkezik Zsolnai Róbert. Hát ez érdekes és egyértelmű próbálkozás. Támadó focit szeretne látni Simon, ami érthető, mert hogy a szolnoknak nagyon kell a pont, ezért a védő Milicsics helyére érkezik. Zsolnai gondolom hátul majd átszervezik a védelmet, Milicsics amúgy is sokat hibázott, és hát Zsolnai lábában pedig mindig ott van a gól. Simon azért megköszöni Milicsicsnek a játékot, aki gondolom eléggé el van keseredve, hiszen az ő hibájából került hátrányba a szolnok. Ez pedig a 8. győri szöglet. Galle visszaadja Dinnyárnak. Érdekes szituáció volt. Aztán Dinnyár megteszi ugyanezt a szívességet Gallénak. A vége pedig egy szolnoki kirúgás lesz, meg egy lentmaradó győri játékos. 16 perc már ebből a fél időből is eltelt, láttunk két gólt, 2-1 arányban vezet a győri Eto FC. A fél időben Dinnyár találatával voltunk előnyben, azóta pedig Némedi és Zsiparana találatai jöttek még. Hát attól a gólözöntől, amit emlegettem meg, amit szerettem volna, még azért elég messze vagyunk. De én mondjuk egy 4-2-vel kiegyeznék, megmondom őszintén. Lenne minek örülni. Mennyi Csenkó kirúgása. Zsolnai egy rossz helyre csúsztatott fejessel mutatkozik be a pályán. Zsolnai ugye Kaposváron élte virágkorát, aztán egy időt eltöltött a Debrecenben is, ott nem sok sót evett meg. Kölcsönvette a Kispest, aztán visszakerült egy picit Kaposvárra,
és végül onnan került ide Szolnokra amolyan vándormadár típus Zsolnai Róbert. Még mindig nincs 30 éves, de rendkívül rutinos csatárnak számít ő. Egy remek felépítésű és gólveszélyes támadó, akire mindig nagyon oda kell figyelni, mint ahogy most is. Zsolnai éppen bizony vissza is szerezte Fehértől, Galle. És így aztán már elvileg három támadóval áll fel a Szolnok, bár szerintem Remélyt egy picit visszavonja most Simon Antal, Szalai. Vukomanovics. Szintén az új fiúk egyike, aki télen került a Tisza partjára. Remili. Hát igen, őt mondjuk nem érdemes lecserélni, mert ha nem is játszik jól, de benne legalább ott van a gólveszély elvileg. Reméljük, hogy marad is. Takács dobott. Vukomanovics előzte meg az emberét, Kismátét. Takács pedig megint dobhat. Megint eltelt 2,5-3 perc, az eredmény pedig nem változott, 2-1 arányban vezet az Eto. Kis Máté. Némedi volt eléggé kemény. Némedi, akinek a távozását meglehetősen érdekesen figyelték a kecskeméti vezetők, pedig ott is alapember volt már, mint Kecskeméten, aztán eléggé meglepő módon bejelentette, hogy ő inkább eljönne, és az utolsó pillanatok egyikében igazolt Szolnokra, ahol azonnal csapatkapitány lett, meg a leggólerősebb játékos így tavasszal, és ugye ma is betalált, még hogyha jó nagy szerencsével is. Szalai labdáját elcseni Alexidze, jöhet a győri kontra, Zsiparaná, megy Koltai, ez nem jó sajnos. Pontatlan átadás, hiába szalat rohant Koltai ott a bal szélen, Zsiparaná passza nem volt pontos. Gyurovics hozza el. Egyébként a Szolnok légiósai meglehetősen jól játszanak, úgyhogy jól választottak a téli szünetben. Gyurovics kifejezetten harcos teljesítmény nyújt ma. Gála is, hogyha akar, akkor jól cselez. Persze, hogyha éppen van kedve játszani, mert eddig többet fetrengett, mint amit játszott. Vukomanovics dobhat. Remili. Szalai, ez már lövőhelyzet. Szalai lövi el, ez veszélytelen. Jó, 3-4 méterrel ment a bal felső sarok fölé, mellé. Nem volt jó lövés. Na hát egészen pontosan 25,5 perc van hátra ebből a találkozóból. A 9. és a 16. helyezett mérkőzése. Az Etónak ugye 28 pontja, 7 győzelem, 7 döntetlen és 7 veresége volt. Eddig Szolnoknak meg 14 pontja, 3 győzelem, 5 döntetlen és 13 vereség. És hogyha így marad, akkor az Etó följebb léphet talán, bár ugye meg kell majd várni, hogy a többiek mit játszanak a középmezőnyben. A Szolnok pedig tovább szakadhat lefelé, mert hogy a Siófok 1-1-es döntetlent játszott otthon a Ferencvárossal, ami szintén nagy bravúr a balatonpartiak részéről. És hogyha ők egy pontot szereznek, a Szolnok meg nem szerezi Győrben, mert miért szerezne, akkor még jobban leszakad a Tiszaparti gárda, és még nagyobb meglepetés lenne, hogyha a végén mégiscsak meg tudnának kapaszkodni itt az első osztályban. Megmondom őszintén, én nem sok esélyt látok erre, bár a tavaszi szezonban egyelőre mindenkire rácáfolnak a mai győri vendégek. Nem a megfelelő helyről végeztük el a bedobást, úgyhogy változott a szereposztás, jöhet a Szolnok. Mindez pedig a 21. percben, a második félidőben. Zsolnai felé a dobás. Zsolnai megtartja, de rosszul passzol. Hát nem szállt be túl jól Zsolnai Róbert. Az viszont remek kiugratásnak tűnt Dinnyár felé. Dinnyár ki is birkózza magának a labdát, aztán elesik. Érdekes, hogy semmit nem fúj a bíró, megvárja, amíg mindenki felpattan, de hát felpattantak, úgyhogy volt mire várni. Érdekes, de jó felfogásban vezeti a találkozót Kovácsi Zoltán. Hát egy átlag magyar bíró ezt az előbbi esetet már háromszor lefújta volna, egyszer ide, egyszer oda. Szerintem jobban tette, hogy kivárta, amíg felpattannak a játékosok. Zsiparanát gyönyörűen emelte volna át a saját védőjét, de Máté Péter jött jókor. Zsolnai már.
Lengyel Béla a földön. Hát sok vizet nem zavart eddig a szolnokiak egyetlen cseréje. Nem tudom igazából mit akart vele, itt az első cseréje. Nem tudom mit akart vele elérni Simon Antal, de szerintem nem érte el. Galle. Rossz volt a passz. Takács, könnyű zsákmány volt ez neki, és jó a kiugratás is Zsiparana felé. Sőt, indul már Rati Alexidze, csak éppen nem tudja megkapni, mert jó volt a közbelépő láb. Illetve jókor jött a közbelépő láb. Megint Gyurovics selezget elől, pedig hát ő ugye elvileg hátvéd, vagy inkább védekező szellemű játékos, ehhez képest egyre többször keveredik oda az Eto kapuja elé. És nem is rosszul csinálja ezt. Galle. Eto bedobás. Hát a gól, illetve a gólok óta eléggé leült a mérkőzés. A szolnok, mintha előtte volna a puskaporát azzal a szerencsés, nagyon szerencsés találattal, így a pontos. Az Eto pedig megelégedett azzal, hogy visszavette a vezetést. 2-1 továbbra is. Azóta nem túl jó a mérkőzés. Na nem, mint hogyha előtte valami fergetegesen sziporkázó játékot mutattak volna be a csapatok. Koltai hozzá el Zsolnai elől. Aztán a második csel már nem jó. Vukomanovic. Stevanovicé kell, hogy legyen. És az övé is. Zsipanana. Takács. Együttemmel később jött a labda, mint ahogy azt várta volna Koltai. Aztán Koltai mutatja a játékvezetőnek, hogy a mezét rángatta a védője. Teljesen mindegy, Eto dobása következmény. Sőt, jöhet egy újabb. Most már Csertői Aurél is áll folyamatosan, és magyaráz a játékosoknak. Cserélni fog az Eto is. Mégpedig Ganugrava jön hamarosan 30-assal. Hát meglátjuk, hogy kinek a helyére. Koltainál is érne a csere, Kismáté is szerintem egy picit elfáradt, bár nagyon jól kezdett. Mesedre Ganugrava jön tehát, és melegít itt a vonal mellett. Ugye kisebb sérülésből felépülve került vissza az első csapat keretébe, sőt ma már a cserepadon is ott van. Vigyázni ott elől, de jó volt a szerelés. A cserére azonban még várni kell. Galle volt szabálytalan, ez sárga lap lesz. Az induló Eto támadást akarta volna megakasztani Joseph Galle. És sárga lapot érően sikerült neki. Ha már az időhúzásért nem kapott az első fél időben, amikor egy picit szimulált szerintem ott a sérülésénél. És akkor az a csere jön, amit én beharangoztam volna korábban. Zsiparana hiába rugott gólt. Jön a helyére tehát Ganugrava. Ő hagyja a pályát. Valóban Zsiparana azért halványabb volt, mint ahogy azt vártuk volna. A lényeg, hogy rugott egy nagyon szép gólt. Már ezért érdemes volt játszania. Helyén tehát Ganugrava 30-assal. Ő is rugott már szép gólt távolról Eto színeiben. Nyugodtan utánozhatja a brazilt. Van rá 20 perce a légiósnak, mert ugye egy újabb légiós jött a brazil helyett. Feltartás, de ügyesen előny szabályt alkalmaz a játékvezető, Dinnyár vágja bele a védőbe. Kis Máté, Ganugrava. Az első bemutatkozása jó, Alexidze, de szépen sarkalta tovább. Ganugrava ment is a labdáért, csak aztán Melnyicsenko is jött a kapujából. Egy-egy villanás, és már is ott vagyunk a szolnok kapuja előtt, ami mindig veszélyes. Lehet, hogy csak én szeretnék fölényes győzelmet, de én nagyon. A zöldfehérek egy picit megelégedtek volna ezzel az egy gólos vezetéssel. Ganugrava. Mátének jó a dobás, aztán ott hagyja a labdát végül. Kevesebb, mint 20 perc van hátra a találkozóból. Alexidze, ez nem volt igazán veszélyes, de legalább megpróbálta.
Annak szinte, hogyha kapura lő, az mindig veszélyes. Takács vissza, Ganugrava. És ha már Ganugrava, akkor mondom gyorsan, hogy már is jön az újabb győri csere. Remili pedig eljátsza közben a nagy halált a pályán. Hát vajon mi történt? Megmondom őszintén, én nem láttam szabálytalanságot, még az sem nagyon, hogy hogyan találkozott Ganugrava, illetve Remili. Mindenesetre Remili Mohamed lemarad a pályán, és nagyon fájlalja a jobb térde környékét. Jó nagyot is ordibált hozzá. Hát ezzel a Szolnoki Színházban is fellépetne érzésem szerint. Mohamed Remilit, tehát vagy Remili Mohamedet ápolni kell, közben pedig cserél az Eto. Érkezik a Bugerra. 29-essel elhagyja a pályát Koltai Tamás. Koltai jön le, mint ahogy legutóbb is le kellett cserélni Koltait. Ő is halványabb volt annál, amit igazából tud. De jön Fuad Bugerra, az egykori nyíregyházi gólvágó, aki most már győri gólvágó. Reméljük, hogy nem cáfol rá a Bece nevére. Remélem, ez is megjött egyébként a kis autó meg a hordágy. Vajon ő ráfekszik-e, de még mindig nagyon szenved. Hogy valami mégiscsak történhetett, de nem hiszem, hogy Ganugrava révén sérült meg ő. Szerintem inkább rosszul lépett, vagy rosszul fordult. Hát az viszont nem lenne jó, hogyha valóban súlyos sérülése lenne Remilinek. Nagyon nyugtatják, meg bíztatják a társak, úgyhogy lehet, hogy mégis nagyon fáj. Hogy nem bántotta senki, az biztos. Úgyhogy véletlenül egy rossz indulás, fordulás révén sérült ő meg, ha valóban megsérült. Remili tehát a hordágyon, és még mindig nagyon szenved, úgyhogy azt kell mondanom, hogy valóban súlyos lehet ez a sérülés. Bár mondom, nem bántotta senki, úgyhogy innen a lelátóról nem tűnt semmi komolynak. Remili tehát a vonal mellett, őt is le kell cserélni, úgyhogy jön az újabb szolnoki csere. Mégpedig Antal Gábor 17-essel. Csere-csere hátán most a mérkőzésen. Taktikai csere helyett kényszerű csere. Antal tehát a pályán, Remili Mohamed helyén. Hát ha tehetjük, akkor megkérdezzük a meccs után, hogy mi történt Remili lábával. Ott jegelik a jobb térdét. És Simon Antal is kétségbeesve nézi, hogy mi van az egyik kulcsjátékossal. Megmondom őszintén, először azt hittem, hogy színészkedik Remili, de most már azt kell mondjam, hogy lehet, hogy mégsem. Na lássuk, hogy a cserékkel felfrissülve mit tudnak a csapatok. Szolnoki szabadrúgás következhet. A sípszót meg kell várni, ezt mutatja megint a játékvezető, mindig megmutatja egyébként szabadrúgásoknál, ez nagyon jó. Némi cipőfűzés azért még Antalnál, és jöhet a szabadrúgás. Remili pedig továbbra is a jegelés áldozata lett. Azt pedig még mindig nem tudom, hogy mi baja lehet a térdének. Szerintem Antal rá fogja ezt fűzni. Négy tagú a győri sorfal, Stevanovic is nagyon készül. Nagyon messze van ez még, legalább egy 35 méterre, de Antal ellövi. Számítva arra, hogy esetleg Stevanovic megint hibázik, de nem hibázik Sasa. És nálunk is van sajnos egy lent maradó játékos, remélhetőleg nem hasonló következményekkel, mint Remilinél. Ki kéne rúgni a labdát, de nem oda előre, hanem inkább oldalra. Melnyicsenko nem vette észre, hogy Győri sérült is van, a játékvezető viszont igen. Vladimir Gyorgyevics maradt lenn a füvön. Igen, valami ott történt, azt mutatja a bírónak, tehát nem magától esett ő el. Az, hogy mire odafut hozzá a játékvezető, addigra már teljesen gyógyultan fel is pattan. Remélinél pedig a helyi védelmi erők, a mentőszolgálat munkatársai segítkeznek, úgyhogy valóban súlyosabb lehet ez a sérülés. Ugye elnézést kérek Remélin Mohamedtől, tényleg úgy tűnt elsőre, mintha csak színészkedne, ráadásul jó látványosan adta ő ezt elő, és kívánunk neki jobbulást, hogyha valóban ez egy súlyos sérülés. Stevanovic jön a kapujából, és ő szedi le Zsolnai elől. Mondanám, hogy mennyi idő van hátra a mérkőzésben, de sajnos a nagy órán nem látok semmit. Jó az elképzelés, Bugerra. Fuad Bugerra, aki még a Nyíregyháza csapatában rekordmennyiségű gólt termelt, nem véletlenül szerezte meg őt az Eto,
az előző idény végén. Megmondom őszintén, én személyesen is leigazoltam volna őt. Legalábbis amit láttam, olvastam belőle, az alapján szimpatikus játékos volt, meg főleg gólerős. Az más kérdés, hogy olyan ütemben azért itt az Etóban nem termeli a gólokat, mint a Nyírségben tette azt. De egy szimpatikus játékosról van szó, aki nagyon oda teszi magát, hogyha pályára lép. Takács. Ganugrava. Völgyi. Az jó. Alexidze hihetetlen balett mozdulattal szerezte meg egy pillanatra a labdát, aztán jött Melnyicsenko és belepaskolt. Az már úgy nem jó. Az pedig egy nyújtott lábú becsúszás, ami nálam szabálytalan. Ezúttal a bírónál nem. Ugarra pedig nem véletlenül fájlalta a lábát, vagy féltette a lábát. Közben próbálok tudósítani arról, hogy mi van Remilivel. Most már legalább ül, és próbálják őt ápolni, meg orvosolni. A szolnok pedig támad. Az Etó pedig vezet 2-1 arányban. Nem túl bő ez a vezetés, főleg így nem. Galle. Nem gondoltuk, hogy távolról is jól lő. Stevanovic végül is nem ért hozzá a labdához, de majdnem hozzá kellett, hogy érjen. Talán egy olyan 20-30 centivel mehetett fölé. A kapus azért biztosított, de nem volt ez veszélytelen. És ezért mondom, hogy elég szűk ez az előny, mert egy ilyen távoli lövés beakad, aztán megint ott tartunk, hogy döntetlen. Remili közben már oda tudott bicegni a kispadhoz, tehát a saját lábára is állt, úgyhogy annyira mégsem lehet nagy a baj. Zsolnai viszont helyzetbe kerülhet, így nem. Szép volt a szerelés. Bugerre a földön, nem véletlenül Vukomanovic volt szabálytalan. Csertői is, meg Simon is a lehető határokon belül éppen a azon a területen belül, ameddig bemehetnek a pályáig, mind a ketten a bírót szidják egy picit. Mind a kettejüknek van igaza, ha nem is sok. Kis Máté, Fehér. Kicsit felpaprikázódtak az indulatok mind a két oldalon. Galle. Vezetünk, de sajnos ez az egy gól, ez nem tűnik olyan nagyon magabiztosnak. Kéne még egy. Az viszont nagyon csúnyan. Galle, neki van egy sárga, úgyhogy egy sárga lesz, akkor ki fogják állítani. Úgy van. Ez bizony piros. Gallénére elszakadt az a bizonyos cérna. Nem tudom, ezt náluk az ő országában, Afrikában hogy hívják, de... Szóval elszakadt az a madzag, ami ilyenkor el szokott szakadni. Nem játszott jól, próbálta pótolni némi indulattal. Ez egy nagyon csúnya alattomos szabálytalanság volt Bugerrával szemben. Ha nem lett volna sárgája, akkor is nyugodtan kiállíthatták volna Gallét. Joseph Matrial Gall. A játékvezető pedig meg is teszi ezt. Úgyhogy egyel kevesebb emberrel fejezi be ezt a mérkőzést a szolnok. Egy kis előny nekünk, hogy nagyobb különbségű előnyre tegyünk szert, meglátjuk, hogy tudunk-e vele élni. Igen, ez a tüske, ez benne volt az afrikai légiósban, az egyértelmű. Létszámfölényben tehát mostantól a győri Eto FC, Csertő Aurél érzi is a lehetőséget, adja a tanácsokat a játékosoknak a vonal mellől, hogy gyerünk fiúk, előre, rúgjunk még gólt vagy gólokat. Jó lenne magabiztosabbá tenni ezt a fölényt, meg ezt a győzelmet. 7-es perc van egyébként hátra a találkozóból, úgyhogy elvileg itt vagyunk már a finishben. Az igen, Bugerra! Mint a hulló falevél. Jó, egy méteren elszámította magát. Fú, hát Bugerra, hogyha más nem csinál, legalább kiállították Roland Gallét. Az is valami. Melnyicsenko kirúgása. Fehér hagyja, megint kéz. Kis Máténál azt hiszem, hogy már harmadszor látott kezet a játékvezető. Az előző kettő az oké, jogos volt, de ez, hát nem tudom. Nem egy olyan kifejezetten válas legény Máté, de ez szerintem vál volt inkább, mint kéz. Na de mindegy, hát a játékvezető szava szent, úgyhogy szabadrugáshoz jut a szolnok. Ganugrava fejeli ki oldalra. Lengyel Béla. Antal. Vissza Lengyelnek, a két cserejátékos játszik össze. Oj! Hát most szerencsénk volt bizony, és ezért lenne jó, hogyha több góllal vezetnénk.
Máté előtt suhant el egy picivel, meg Zsolnai mögött suhant el egy picivel. Mind a kettő, hogyha egy leheletnyit bele tudnak érni, akkor akár gólt szerezhetett volna a Szolnok. Így azonban marad a 2-1 az Eto'o javára. Vinyár, Németh és Zsiparana voltak a gólszerzők, így alakult ki a jelenlegi állás. Valamivel több mint 5,5 perc van hátra a találkozóból. Azért percekre vagy 10 percekre van egy kis jó játék. Egyébként meg borzasztóan nagy Eto'o fölény van. Meg sok-sok hiba mind a két oldalon. Hát ha nem lett volna az a szerencsés gólya a Szolnoknak, szerintem akár 3-4-0-ra is vezethetnénk. A Szolnoknak igazából sansza nem lett volna a gólszerzésre, hogyha nem hibázik Stevanovic. Szóval egy érdekes mérkőzés. Minden benne van, ami a magyar focira jellemző. Minden sajátosság. 5 perc van tehát hátra ebből a találkozóból, és hogyha így marad, akkor tovább menetelhetünk előre, és akkor megmarad a csertői legénység veretlensége, hiszen két döntetlen és egy győzelem mellett meg lehet a második győzelem, az pedig nagyon jó mutató, ne? Hát... ja. Először azt mondtam volna, hogy nem volt les, most másodszor azt mondom, hogy határeset. A lényeg, hogy ja, de nem is a lest fújták le. Hoppá. Még jóval korábbra visszafújta a mérkőzést a játékvezető, úgyhogy akár les volt, akár nem. Az Eto'o jöhet szabadrúgással. Teljesen mindegy lett volna, hogy most lesről vagy nem lesről indul el a zöld-fehér csatár. Közben nálunk újabb csere lesz. Én szeretném, hogyha Windecker jönne, megmondom őszintén. Megérdemelné, de hát meglátjuk, hogy hogy dönt Csertői Aurél. A szolnokiak nem hagyják kimenni a labdát, Melnyicsenko. Az nagyon rossz felszabadítás. 3,5 perc van hátra. Beleférne ebbe a meccsbe egyébként, hogyha Windecker jönne, de szerintem nem ő fog jönni, hanem inkább Dudás Ádám, de hát mindjárt meglátjuk. Ez is lap lesz, Máté Péter szerintem visszaszólt a bírónak azért, mert ugye elvileg a Szolnok követket el szabadrúgást, de Máté azért kapott egy sárgát. Szépen beszínesednek a vendégek. 2,5 perc van hátra a rendes játékidőből, hogy mennyit fog hosszabbítani a bíró, az majd kiderül, ugye Remedy sérülése miatt megint lesz majd rá oka. 2-1-es vezetésnél, hazai vezetésnél Szolnoki szabadrúgás. Antal. Az nem jó. A Csel viszont igen, Németi. Mekkorát mentett ez a fejes, szép volt fehér. Takács Ákos tette ki rossz helyre a labdát, Németi pedig nagyon veszélyesen adta volna vissza. De hát jött egy másik védekező ember, fehér személyében. És szögletre mentett. Antal Gábor sarokrúgása. Szögletekben is sokkal jobb volt az Eto'o ma este. Hoppá! Na hát kellett nekem mondanom, hát ez hihetetlen. Hát hogy nem lehet egy ilyen támadást kivédekezni? Egy szöglet után, amelyből azt hiszem, hogy kettőt rúghatott a szolnoki csapat. Gyurovics bólinthat az ötösön belül teljesen üresen. Mindenki már elkönyvelte volna, hogy simán nyerünk, és akkor jön Gyurovics, bólint egyet. Hát valami hasonlóan kapitális védekezési hiba, mint amikor Stevanovic kezéből kicsúszott a labda. Elképesztő hibák. 2-2, hát ez aztán végképp nem volt benne a mérkőzésben. Közben egyébként Alexidze helyére jön Dudás Ádám. Hát nem tudom, hogy ez változtat-e a játékképén. Mindenesetre 2 perc van hátra, és megint egyenlít a Szolnok egy olyan mérkőzésen, ahol egyáltalán nem volt benne az a találkozóban, hogy gólt szerezzen a vendégcsapat. Előbb a kapus hibázik az első fél, illetve a második fél elején, aztán most meg egy védekezési hiba, egyértelmű védelmi hiba, mert hogy Gyurovics teljesen egyedül bólinthatott. És akkor a labdabirtoklási arányról megint nem is beszélnék, mert biztos, hogy 60-40 legalább.
Sokkal több helyzetünk volt, jobban játszottunk, ehhez képest az utolsó előtti percben megint döntetlen állás, bosszantó hibák miatt, és ezeket mielőbb javítani kell, mert így nem tudunk előbbre lépni. Na nem, mint hogyha a Szolnoknak ez az egy pont, ez túl sokat segítene, főleg úgy, hogy a Siófok is döntetlen játszott a Fradival, de hát bosszantóak ezek a hibák. És szerintem van annyira rutinos a Szolnok, hogy kihúzza ezt a hátralévő nagyon kevéske időt. Vukomanovic. Takács, gyerünk előre! Bugerra! Hát, aláfut a labdának. Igaz, hogy Szalai Botond is elég érdekes mozdulattal tisztáz. Kanugrava. Hát kár érte, mert egy biztos győzelmet szalasztunk el ilyen eszméletlen hibákkal. Ennyire dicsértem a védelmet. Hát nem gondoltam volna, hogy ennyire egyedül hagyjuk az érkező Gyurovicsot. Gyurovics egyébként jól játszott, hogy nem érdemtelenül szerzett gólt. Ő csúszott be most is. Nenád Gyurovics. Hát a 90 perc elvileg letelt, mindjárt megtudjuk, hogy mennyit hosszabbít a játékvezető, ha egyáltalán hosszabbít. A labda nálunk, és támadunk is, de hogy lesz-e még időn gólt szerezni, az tényleg most már a szerencsém múlik majd. Márko Dinnyár ívelheti be a szabadrúgást, még nem látom, hogy mennyit hosszabbít a bíró, de amint meglátom, azonnal elárulom önöknek. Szóval Dinnyár szabadrúgása. 3 perc lesz a hosszabbítás. Ennyi időnk van, hogy esetleg kicsikarjuk a győzelmet, ami nagyon kéne. Na, ott van a fejes, ott a gól! Hát elég volt a 3 perc, legalábbis egyelőre elég volt. Hát legalább akkora védekezési hiba, mint az előbb nálunk. Senki a közelében nem volt a letó játékosnak, így tudott fejelni. Gyönyörű fejes volt egyébként, de csak bólintani kellett, nem kellett több. Dinnyár remekül tekerte be középre, és a 91. percben megint vezet az Eto. Akár le is lehet fújni, én nem szeretném azt a maradék 2 percet hosszabbításként. 3-2, na hát jön a gólözön. Ahogy azt kívántam, bár én 4-3-at szerettem volna, vagy inkább 4-2-t. Pillanatnyilag 3-2. Ebben a szezonban Vlagyimir Györgyevics! Szóval Györgyevics volt a gólszerző, jókor volt, jó helyen, csak bólintania kellett, a kapus nem védhette. De ami a lényeg, hogy 3-2 arányban megint az Eto vezet. Nagyon-nagyon kell ez a 3 pont, nem győzöm hangsúlyozni. És nem érdemelné meg a Szolnok a pontot érzésem szerint. De aki nem így gondolja, az nyugodtan vessen rám követ, meg hívjon fel és mondja meg, hogy nincs igazam. Szerintem az Eto sokkal jobb volt ma este. Még akkor is, hogy egy szoros meccsen állunk most pillanatnyilag győzelemre. Én már nem merek semmit mondani, mert mindig van majdnem 2 perc a hosszabbításból. 3-2 arányban vezetünk. 1-0-ás fél idő után egy változatos, izgalmas mérkőzés nem túl magas színvonallal. Igazi magyar bajnoki. Vigyázni, és vágjuk ki, úgy van. Sikerült felszabadítani. Nem volt lesz sajnos. Volt egy beragadó ember, aztán Györgyevics kapott egyet a fejére Máté Pétertől. Máténak is van ám egy sárgája. És ne felejtsük, hogy Szolnok 10 emberrel játszik most már percek óta. Észre nem vettük volna, hogyha nem mondom, ugye? Hát én ugye órát nem hordok, tehát nem tudom megmondani, hogy mennyi van még a hosszabbításból. Talán egy másfél perc, de inkább egy. Lassan azért lefújthatná a játékvezető, nyugodtan. Gyurovics. Valaki egyébként sípolt a nézőtéren, az meg nem túl sportszerű, de nincs még vége a mesnek. Dinnyár futja le az emberét, Dinnyár helyzetben, jó a belőtt labda, Dudás jön, ott a gól! Hát megvan a 4-2, hát ezt kívántam, megvan a 4-2. Dudás Ádám, amint bejön, gólt szerez. És Dudás felmászik a nézőtérre, ez nagyon látványos gólöröm. Dudásnak egyébként nagyon kellett ez a gól. Az önbizalmát szerezheti vissza, egy olyan játékos, aki nagyon jól indult. Aztán eltűnt majdnem a süllyesztőben, kapott ő is egy utolsó utáni, meg egy azutáni lehetőséget. És a 93. percben Dudás Ádám is betalál. El kéne mennem Jósnak. Azt hiszem, jól emlékszem, hogy valamikor egy fél órával ezelőtt 4-2-t kívántam, és 4-2 pillanatnyilag a mérkőzés állása. Szerintem pillanatok vannak csak hátra, és le fogja fújni a játékvezető. Egy nagyon-nagyon változatos meccsen. 1-0 után jó lett ez a második félidő. 4-2 arányban vezet a Győri Eto, és nem csak, hogy vezet, hanem nyeri a mérkőzést a Győri Eto FC. A mérkőzésnek
Egy jó első félidő után egy sokkal változatosabb második. Némi szerencsével ugyan, de abszolút fölényesen és magabiztosan nyeri tehát a győri újabb bajnoki mérkőzését. Csertői mesterrel így most két győzelem, két döntetlen a mérlegük, ami nagyon jó, és sok bizalmat adhat ez a jövőre nézve. Én a végeredménnyel búcsúzom. Győri Eto FC, Szolnoki Mál FC 4-2. Köszönöm a figyelmüket, akár Győrben, akár Szolnokon. Találkozunk legközelebb a bajnokikon, és addig is hajrá Eto. Köszönöm még egyszer a figyelmet, a viszontlátásra!